Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Látom, hogy érkeznek a vendégek. Jó. Nyugodtan foglalja a helyet, és akkor kezdhetjük a beszélgetést. Laci, gyere ide előre. Ide jöjjétek előre. Ja, jó, oké. Na, hát akkor sok szeretettel köszöntünk minden érdeklődőt egy olyan apropóból, hogy végre, ugye eredetileg november 13-ára tervezve, de megjelenhetett Magyarországon, magyar nyelven is ez a könyv, ami hát sok szempontból nagyon érdekes és nagyon hálás, hogy ez magyarul is megjelent, mert egy olyan időszakot foglal fel, ami mondhatjuk úgy, hogy talán a Beatles történetből az utolsó, talán az utolsó igazán nagy fehér folt volt. És aki elolvassa, aki esetleg a hozzátartozó filmet megnézi, az nagyon sok szempontból új fényben láthatja a Beatles történetet. Amikor én meghallottam, hogy ez megjelenik, akkor még nagyon fiú alatt ugye volt a történet. Egy pacs Tibor barátom szólt, ő hívott telefonon, hogy úgy néz ki, hogy megjelenik ez a könyv magyarul is, de senkinek nem lehet nyilatkozni, teljes titok tartás. És ugye az antológia volt az utolsó, lassan 25 éve, ami a saját kiadású könyve volt, és szintén megjelent magyarul, és én is csodálkoztam egyébként, hogy magyar az egyik ugye a 8 nyelv közül, akik ki fogják adni. És olyan szempontból volt ez igazából érdekes, hogy ezen a történeten már annyi ideje ülnek, ezen az 1969. január, tulajdonképpen január hónapját felelő történeten, hogy sokan már azt mondták, hogy valószínűleg sosem fogjuk ezt már látni. Mi ennek az oka? Hogy 1969. januárjában éppen csak a Fehér Album után pár héttel elkezdenek egy olyan munkát, hogy egy következő lemezhez készülnek, de McCartney azt mondja, hogy nem az lesz itt most a lényeg, hogy lemezt csináljunk, hiszen ezt már annyiszor csináltuk, csináljunk most egy ilyen reality show-t, és tulajdonképpen föltalálják 1969-ben ezt az úgynevezett reality show-t, hozzuk be a kamerákat és vegyenek mindent. Vegyenek a dal születésétől kezdve minden ötletet, felvételeket is, aztán utána a végén meg valahol majd egy koncertet tartunk. És nagyon sietniük kell, Ringónak készült utána egy filmje, kibérlik a Twickenham filmstúdiót, ami egy hihetetlen nagy, sötét, hideg hely. Nagyon senkinek nincs kedve január másodikán zenélni, dalok sincsenek még igazán, hiszen most adták ki a Fehér Albumot, és nem túl jó hangulatba kezdődnek meg a munkák, nem igazán tudják, hogy mi legyen belőle, és aztán ezt a hangulatot veszi a kamera, később ez változik, aki majd megnézi a könyvet, vagy éppen a filmet, az látja, hogy amikor végül aztán átkerülnek az Apple stúdióba, ugye a Savile Row-ra, akkor ott azért egy sokkal melegebb, jobb hangulatú dolog történik, ugye megjelenik Billy Preston is, aki nagyon sokat segít nekik azzal, hogy fantasztikus billentyűs munkákkal látja el a dalokat. És aztán a végén ugye kihújthatnánk azt, hogy hirtelen ötletből vezérelve fölmennek a tetőre, és tartanak egy koncertet. De valahogy nem az jön ki az egészből, amit ők terveztek. Kicsit bántja is őket a kamera, ugye ott elég nehéz beszélgetni, néha veszekedünk is, mint ahogy minden kreatív munkánál ez megtörténik. És aztán, amikor megjelenik a film 1970 elején, ugye Let It Be címmel, akkor tulajdonképpen a zenekarnál nincs is. Eleve a lemez úgy néz ki, mintha egy ilyen szinte egy temetői hangulata van az egésznek, az oldalmából piros lett, beérett, vége van, fekete színű a borító, és a film is egy kicsit ilyen sötét, borongós, és egyébként el sem mennek a film bemutatójára. És aztán innentől kezdve néhány videókazettától, néhány tévés bemutatótól eltekintve szinte jegelik az egész történetet. Ami azt sem segít, hogy 2001-ben George Harrison meghal, ugye néhány nappal ezelőtt volt a halálának az évfordulója, és ő sem nagyon támogatja, hogy ezt ki kéne adni, mert hogy vannak benne veszekedések, meg nem jó hangulatú az egész, nem is ilyen volt, Lennonnak se tetszik nagyon, azt mondják, hogy túlságosan McCartney-ra fókuszál, Paul sem elégedett a dalokkal se igazán, hiszen még nincsenek rendbe rakva, és aztán így igazából 50 évig ülünk rajta, amikor aztán itt egyszerűen bejelentik, hogy ugye Peter Jackson, aki Londonban járt, bement a stúdióba, és mivel ugye a trilógiának a jól ismert rendezője,
és nagy Beatles rajongó fogadták, és megmutatták ezeket a szalagokat neki, és ő fölveszi a kapcsolatot ugye Paul-val és Ringo-val, és rábeszéli őket, hogy ott vágja meg ezt a munkát. És amikor belekezd, akkor még arra gondolt, hogy két órás film lesz ebből, de hát szerencsére jön a Covid. Yeah. Szó szerint. Ez az egyetlen jó az egészben. Ugye Peter Jackson ott marad Új-Zélandon, karanténban, és hát akkor elkezd dolgozni, és abból a másfél órás filmből egy 8 órás filmet vág össze. És az azért jó, mert tulajdonképpen rengeteg mindenre fényderül, hogy a zenekar tulajdonképpen még nem áll a feloszlásnak a közelébe sem, hogy Lennon élvezi a munkákat, hogy Harrison azt mondja, hogy csinálnék egy szólóalbumot, de igazából maradnék a Beatles-be, hogy a dalok azok tényleg megszületnek, jó a hangulat a stúdióban. És aztán ez a könyv tulajdonképpen ezt hivatott bemutatni, hogy végre tudjuk, hogy mi történt, végre láthatjuk, és ezt majd mindjárt itt a stúdióra beszélgetünk erről, hogy mennyire változtatja ez meg az embernek a képét erről az időszakra és a Beatles feloszlásáról is. Ez a könyv a Beatles könyve, de itt mellettem olyan szakírók ülnek, akik rám is nagy hatással voltak. Mondhatom ezt, ugye mondjam először az időrendben a könyvek megjelenésével, ugye Molnár Gábor úr mellettem, aki a múzeumnak is az egyik megálmodója és tulajdonosa, és hát nekem az egyik legnagyobb élményem volt 1986-ban, amikor Debrecenbe sétáltam az Aranybika környékén, és a könyvesboltban megláttam ezt a könyvet, a Halhatatlan Beatles című könyvet, amit az édesapjával készített. És végre, amikor belelapoztam, azt mondtam, hogy na végre egy Beatles story, na végre egy könyv, amiben leírják a dalokat, hogy milyen hangszerek vannak, hogy milyen háttere lehet ezeknek a daloknak, és amik végleg lehet menni. Ugye az Ungvári könyv az mindenképpen az első ilyen szempontból ugye a Beatles biblia, de az inkább egy ilyen szociológiai mű, és ebben azt éreztem, hogy aki ezt írta, az valahogy ugyanolyan, mint én, és aztán ki is derült, hogy most már évtizedes barátság van, hogy valóban lelki testvérek vagyunk ebben a témában, és végre egy olyan Beatles könyvvel látom meg, hogy a Magyarországon, ami méltó volt arra, hogy a Beatles nevét viselje. És aztán időnként újabb generációk jöttek, és fiataloknak is megjelentek, és Szabolcs ugye, aki nem is egy könyvvel jelentkezett már, hiszen ő annak innen a McCarthy könyvvel is dolgozott, a George Harrison könyv is ugye az ő nevéhez kötődik, sőt, tulajdonképpen a Beatles bibliát is egy folytatta, ugye az apokrifal, illetve az apokrifal, amit itt láthattuk előtte, és van neki ugye a Beatles vágatlanul című könyve is, ami pedig a Beatles-nek sötétebb oldalát dolgozza fel, és mindegyik könyvet én nagyon nagy örömmel forgattam, és örültem, hogy végre a magyar könyvpiacon, meg a könyvek között is a Beatles-vel ilyen szintű munkákkal születnek. És aztán nem olyan régen ismertem meg Marsi Józsefet, aki elsősorban egy magánkiadásban olyan dolgokat tett le az asztalra, itt éppen a Beatles Codex-et láthatjátok, de ezúta megjelent neki egy John Lennon könyve is, ugye az utolsó évekről, és majd egy előadással is délután szerepelni fog majd fönn az Attila teremben, aki pedig ugye abszolút belásta magát abba a háttér munkába, hogy mi hogyan jelent, mikor, hol volt, bejárta ő is London, Liverpoolt, és abszolút utána nyomoz a dolgoknak. Tehát nemzetközi szinten lehet ezeket a könyveket mind a hármat ismerni. Nekem rengeteg angol nyelvű Beatles könyvem van, de bármelyiket oda tudom tenni azok mellé. Úgyhogy ilyen még nem volt szerintem, hogy így ülnek egy asztalnál. Arra gondoltunk, hogy nem sok Beatles könyv fog valószínűleg megjelenni a saját Beatles kiadásként, hogy akkor őket most meghívjuk és egy pár kérdést felteszünk nekik, hogy egyáltalán hogy kezdtek hozzá. Ez az egyik kérdés, miért írtak Beatles könyvet, hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán megfogalmazzák a gondolatát, milyen fejnát választottak, miért, illetve hogyha egy pár mondatban arról is mondanának nekem valamit, hogy mit gondolnak erről a 69-es korszakról, és ők mit válaszolnának arra, hogy miért osztott fel a Beatles, csak röviden. Jó? És akkor maradjuk valahogy így a sorrendben is, akkor Gábor kérdezni már lesz, hogy hogy jött az ötlet. Na, hát tudom, hogy ezt így veszünk. Minimum. Akkor egy történelem. Magyar Rádióban dolgoztam, mint hangtechnikus. És állandóan Beatles műsorokat mondtam, nézegettem. És rengeteg hibát láttam. És egy akkori szerkesztő csinálós megkértem, hogy egyszer az életben mi lenne, hogyha olyan műsor csinálnak, amit az igazi adatok, az igazi
hiteles bemutatások történnek, hogy hiszen ezt megengedte. És ebből indulna az egész. Egy 15 részes ritkos csoportot tudtunk megindítani, amelyben nagyon-nagyon ritkosságokat lehetünk bemutatni az elvárdóban, amit soha nem mutatott el. És az édesapám minden héten, amikor nem adásban volt a műsor, előtte elolvasta, hogy én mit írok hozzá. És időnként kiavította, megbeszéltük, ötleteket adott hozzá, hogy hogyan kéne egy témáról beszélni. És amikor a sorozat lement, akkor derült ki, hogy a Magyar Rádió postulálvára kicsi, óriási mennyiségű levelük érkezett a tisztel kapcsolatban, és akkor az édesapám azt mondta, tudod, mit akarsz, most kiadjuk, és megírtuk. Igen, ám, de abban az időben nem volt egyszerű könyvet kiadni, be kellett menni a kiadó főigazgatósághoz, engedélyt kérni, hogy szerettük ezt a könyvet kiadni. Erre azt mondták, hogy jó, menjünk el a zenemű kiadóhoz, megadták, hogy ki azt mennyi révén, Zoli-hoz, és adjunk be egy szinopszist, és akkor mondjuk eldöntjük, hogy megjelentjük a tervezést. Elolvastam, visszajelesztettük, hogy igen, meg fogjuk jelentetni körülbelül 10 év múlva. Hát mondtuk, az nem, mondom, nem lehet, hogy kapunk egy papírt, hogy nem jelentetik meg. Azt mondták, hogy hát ha nagyon szépen megkérnek, akkor ott. Ezzel a papírral elmentük megint a kiadói főigazgatóságot, és itt a papír, hogy nem fog megjelenni. És akkor kaptunk engedélyt kiadásra, és így a harmadik arány kiadásra Magyarországon az alapnyi című is beszélhetett ezeket. Amit itt az asztalon látjuk, hogy már a második kiadásra kérnek, mert pontosan beszélnek az de most egy pár szó adni vissza. A 69-es évben én élőben hallottam a Gedbe című klipet 1969. január 30-án a TV hivatott este, amikor elmondták, váratlanul a Beatles adott egy koncertet a saját székház tetején. Maga az időpont az nem volt ismeretlen az ott élőknek, mert minden délben Angliában zenéltek a zenekarok. Tehát a Covenben mindig délben játszottak, két óra, majd este is játszottak. Ugyanezt megcsinálták Londonban is, és ezt pontosan azért mentek fel délben a tetőre, hogy az ebéd időben hallgathassák az emberek ezt a zenét. Ugye az, valamelyik szomszédnek nem tetszett a dolog, és kihívta a rendőrséget, és ha valaki meg megnézi ezt a filmet, akkor látszik, hogy hosszú-hosszú idők kellnek el, nagyon sok számok előtt voltak nekik, mire azt mondták, hogy ezt is le kell állítani. Mert nem merték azon már állítani a koncertet. Körülbelül még egy 20 percig zenélhetett, mire Nullens lekapcsolta az egyik erősítőt, mint aztán vissza is kapcsolta. Így menet fog, és ezzel lett egy koncertet. A Let It Be című filmről még annyit szeretnék mondani, hogy minden annak, hogy nem tudom, tudjátok-e, minden annak, hogy nem jelent meg igazából az élményeségben. Gábor is mondta, hogy csak egy-két videó között, vagy jobb esetben nézelően ezzel lehet hozzáférni. Nagyon várjuk, hogy megjelenjen a film is. Tudni, a 8 órában nem fér bele minden. Úgy értek el, hogy csomó minden kimarad, és remélem, hogy a filmben benne lesz. És ott meg lehet, hogy amelyek a 8 órában nem fér. Ígéret van rá állítólag. Tegnap már volt egy kapcsolatban egy olyan ember, aki a Blu-ray-nek a menürendszerét fogom hozzá. Valószínűleg van az év elején. Jó, akkor szerintem megyünk szépen is sorra. Szabolcs, neked hogy jöttek az első ötletek? Hogy kezdtél Beatles-ig jobbá válni? Egyébként rengeteg más könyve is van, hát ő elismert írója ugye a magyar irodalomnak, de szíve csücske is egy című. Igen. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Egy mondatban visszautalnék a műsorodra, a rádió műsorodra. Én anno abban az időben vívtam. És létezett olyan úttörő bajnokság éppen, hogy azért estem ki,
azért ejtettem ki magamat, hogy, hogy meghallgathassam utána a műsorodat, és időben ott van, megyek, és nem, hogy meghallgattam, hanem hogy rögzítettem is, mint hogy mások is, azt hiszem. Ezt fölvettük. Beatles és könyvek. Igazából, hogy most erről mondhatok néhány mondatot, olyan Jossi Zéda az ungvári Beatles bibliának egy új változata megvett, és azt én doktoráltam, hogy ungvári úgy írt azt a könyvet, amit én, hogy ilyen nem volt igazából Beatles életből, csak semmi akkor, amikor ő neki látott ennek Angliába is, akkor is még íródott javában az az első, most ugye ezt ilyen izékből rakta össze, bulvár lapokból, és hát ez éppen ezért az ő bibliájában ugye minden erénye lett azért ilyen pontatlanságok, meg ilyesmik azért ott voltak, és az új változatot én javítottam 8-10 éve, és hát ugye az úgy ér véget, hogy a Beatles az már a múlt része már azóta eltelt X idő, az már a múlthoz tartozik, és ezért eléggé úgy felizéltem magamat, hogy ezért ez nem mondjuk megért, és azt mondtam a kiadónak, hogy megírnám ennek a Bibliának úgymond a folytatását, azért is apokrif, ugye nincs benne a Júliában, és azt ne sírjál, hogy mi történt az együttes tagjaival az utána, mármint a felosztás óta eltelt évtizedekben. Ennek egy több könyvben is van, ugye gondolom, igen, van még a vávart, mondom, amit említettél, azt nagyjából úgy indult, hogy az interneten megkértek, hogy írogassak csak az internet ilyen érdekes, kis színes, biztos történetek, és ezt olvasták a Felipomnál, és onnan megkerestek, hogy rögtük össze ezt, állítsuk össze egységes könyv, és ez ugye úgy jelentünk meg 4-5 éve már, azt hiszem. Büszke vagyok arra, hogy ehhez a magyar változat, az én nekem annyi közlem, és most ott döngesen úgymond a Márkosomat, hogy akkor, amikor az első angol nyelvű hírek jöttek erről, hogy lesz én ezt, akkor megkérdítettem a Telekomnak, és ők azonnal lecsaptak, és megvásárolták a jogokat. A lefordítását nem vállaltam, mert azt gondoltam, hogy ismerek én magamnál jobb Beatles ügyekben illetékes műfordítottak is, aki így tud egyébként, nem csak elő is meg elmesélni, hogy mi történt ez, úgyhogy ő látott munkához, én megszerkesztettem. Nekem mindig is eszem egyébként a legkedvesebb Beatles korszakon, úgymond azt gondolom, hogy ez a négység volt az ő legrokkosabb és legdögösebb időszak, amikor a legfősületlenebből és a legőszintébben megnyilvánultak. És hát azért is örülök, hogy magyarul ez most megjelent, mert mi nálunk még mindmáig az eltorzított imázsén, ugye leginkább az mondjuk így zártag emberekben a mosolygó, jópofa, jófej, bombafélyő, akik ugye ilyen aranyos kis srácok. Ez végre megmutatja, hogy ez egy jó kis dögös rögtlambangot. Hát ugye a korszak az, és köszönöm szépen, a korszak az azért is érdekes, és a Beatles szempontjából ez a munka, amit elkezdenek, azért is érdekes, mert ugye a 68 végére egy teljesen más irányzat kezd előjönni. Ugye ez a korszak, amikor Jimi Hendrix megjelenik igazából, 67-68 korszaka, a Cream, ugye Eric Clapton bandája,
kezdenek az első keményebb rockbandák, jelenleg meg lassacskán ugye az első Led Zeppelin, ők gondolkodók, hogy most akkor lesz a ott zenekar, vagy nem, beszélgetnek is egyébként közben, hogy hallottátok, hogy van ez egy ilyen Led Zeppelin nevű zenekar, és tényleg minden visszáll ugye a három gitár dob szintre, és a egy kis billentyű, nincsenek már szitárok, meg fúgósok, meg semmi egyéb olyan dolog, amit még mellé lehetne. És emiatt aztán a film ilyen szempontból is érdekes, hogy ezt a nagyon nyers, rockos, dögös Beatles hozza elő, és ugye az egész Good Back cím is ebből indul, hogy menjünk, térjük vissza ez a három gitárdokhoz. De nyilván ez már nem fog úgy szólni, mint a Lambilu idején. Tehát ez egy teljesen más gondolat. Köszönöm szépen! József, neked hogy jött? Eleve a Beatles őrület, és utána mikor döntöttél úgy, hogy akkor egy ilyen munkába belevágsz? A Beatles őrület 87. szeptemberre, ezt azért tudom pontosan, mert Rózsa Bújnik volt a legnagyobb című műsorra, amiben bemutatott egy faktikus mindig szerint, lehet, hogy néhány nem tudom. Én ezt nem láttam, hogy mindenki mesélte. Farkas István, igen. Ausztráliában, igen. Azóta. Jokó van. Jokó van találkozni a csalóban. És hát ezt a műsort láttam, akkor anyámat kérdeztem, hogy mi ez a valóban, mintha láttam volna őt, egy győzelem. Nem mondta, hogy ilyen együttes volt, feloszott. Jó, rendben van, mutaszkált a fejem az, hogy mégiscsak, hát hogy lehet rajom, hogy egy együttes él, hogy valami olyan halvány emlékben van a műsorban, hogy nem tudom hány autója lett volna az embernek, hányszor volt hangjában, mennyit töltött az egész műsorban. Úgyhogy elraktározott az bennem, és aztán jött kommentáltam az egyikre, 87. decemberig, az a karácsonyban az a hangszágondoló, a címdal, és akkor mondja anyám, hogy nézzük, hát nézzük, hogy nézzük, hogy nézzük, hogy nézzük, és na, akkor innentől már elkezdtem vadászgatni a dolgokat a rádióban, és hát ezek a, sajnos ezek a műsorok, így már nagyjából lementek, amiket a Molnár Gáborik, de azért nézegettem, és ilyen éjféli, éjjel műsorban láttam ki olyan régi téli műsorban, hogy két nap lesz a Beatles-től, kettőkat beállítottam az órát, felvettem, fogalmam nem volt róla, hogy mit hallok, felvettem, mások is hallottam. És ő volt egy kazettám, emlékszem, rányomszám, és arra gyűjtöttem ezeket, mert anyámnak azt mondták, hogy Beatles-en ezt ma már ne is keresek, mert sem hallottam. Úgyhogy hát ezt ilyen kincsként őriztem, aztán képes újság országvilág régi magazinokon kiváltam a képeket, megcsináltam a borítót, nem is. Volt egy magnum... Hát, mint ezzel a műsorra? Volt egy magnum, amihez, amit úgy vettünk meg, hogy egy kazettát adtak hozzá. Én most én erre a kazettát jutottam a számon. Ez a magnum az annyiszor meghívásodott, és annyiszor el kellett vinni szervizbe, hogy apám azt mondta, hogy akkor kicserüljön egy másikra, és le kellett adni. És ő meg elvitt a kazettát, és, mert az is hozzátartozott, és kérték, hogy azt is vigyük el. Jó van, hát akkor megint nem volt semmi, viszont... Na, akkor két van a baj. Nem sikerült. Viszont a könyvesboltban, Óbudán, a Haltatlan Viszont az első kiadások megvan. Most akkor megvettem, no. Igen. Sikor elnézik. Megvettem, aztán mondtam is jegyzettem, hogy szerintem hármatos kérdőről nem a szétfoszol. Úgy megvan a szétfoszol kérdőről. Direkt tudod kijelni, hogy többet vegyetek. Foszolható verzió. Aztán hát elkezdem gyűjtögek a végül, és azt is kérdőt, hogy indulányi kérdőszágra nem szeretném megszervezni, hogy szóval a Lambert szólt az első, az a 12 forintot vezettem meg, és a könyv ötlete pedig az 2000-es évek közepén jutott állók. Ez a 2005, akkor jöttem össze London, mert ugye az ügyában, és úgy jártam a honomtól hozzá. És hát akkor, tudom, hogy neki a Portugálban volt, egy nagy piac, ilyen hivaszállító kötélen 500 darab X-lemez. Nem ismerem, és se láttam, mi ez, akkor jobban elkezdett érdekelni a dolog, hogy az angol sorlemezeknek a borítóján ezek a képek vannak rendben, van az amerikai, miért van másként, miért más a tartalma, miért viszelték át? Kezdtél vele bonyolódni.
nagyon. A mono miért szól másképpen? Miért hiányzik belőle egy hangszer? A sztereóban miért van benne? Miért összes a sztereóban? Miért ide van mono? Vagy fordítva? Egyre jobban kezdtem ennek utána nézni, és elkezdtem egy ilyen saját magam készített jegyzeteket összeállítani, hogy felmutatom az összes létezőket, amit nem volt, már volt internet, amit forrásokat találtam, meg még egy-két emberek felvettem a kapcsolatot, amikor nem még elmond részünk Lavóval is, beszéltem Sűrűn, aki az Episode Universe című dalban háttérnek állozott. Akkor már volt annyi ebből a könyvből, hogy 1150 dal a listáját elkészítettem, viszont ahhoz, hogy mondjuk, amikor nagyon érdekelt, hogy én elhozom volt a dal miért, hogy amit utána akartam nézni, az ISIS 10, amiből különösebb példát mondtam, hol adták elő a tévében, milyen koncerteken, hány felvétel készült belőle, mi volt a munkacím, ki dolgoztak, ki volt a hangmérnök, ki volt a producer, hogy mikor, hogy, hányszor kezdték újra, hol van akkor bakik benne, milyen a sztereókeresű, milyen a munkacím, más országnak milyen a keveréseké, a nézetéje. Ez egy betegség azért, ez tudjuk. Ez nagyon, valamint akkor jöttek az eredeti lemezek, hogy a kifutóságban miért olyan az anyag volt, miért valami anyag volt, miért van a Matrix jelzésen kívül, a nyomó lemez kódnak mik a jelzései, hát azt honnan lehet abból megállapítani, hol annyira lehet, tök normális tudom. Honnan lehet megállapítani, igen, hogy az az első nyomásból miért nem az első, és miért mondjuk a harmadik, na mindegy, tehát már nagyon-nagyon vele gondoltam a dologba, és akkor elhatároztam, készítek egy olyan könyvet, ahol mindenben lesz autózéig, ami a dalokkal kapcsolatos, és körülbelül az 1150 dalról csináltam egy ilyen lexikonszerűséget, csak azért, hogy jól lesz olyan, amikor bejuthatom el, mint az lexikon, ezerféle találtak rá, akkor lejjebb mondta, hogy na jó, akkor mit szóra az, hogy hol lesz? Ez nem szabálygyűjtem, én ugye azzal hozzám. Jó volt lehet, mert tényleg az. De egyébként az, igen, és... most már harmadik kiadás most talán? Ez most már a harmadik kiadás, és lesz majd még egy közlét. Egy egész is készült, de nyomdában van. Igen, így van. És... Találtam egy dolgokat. Most egyébként a filmben egy csomó olyan van, hogy most azt megint lehet majd beszélni. 20-at már találsz. És még csak a dolgok. Szóval olyan, hát ez azt hiszem 360 oldalas, de hát én 3-4 hasárban bomba megy, szerintem tudom elrendezni. Ezért 450 oldalasra színűt fog dúzadni, amit kiderül. És a lényeg az, hogy tehát ez körülbelül 1150 dalnak mindenféle háttértörténet, hogy írták, milyen körülmények között, mikor írták, millió adattal kiegészítettek, slágerlistás helyezésektől kezdve a minden. Legyen benne megtalálható egy helyen, tehát ez volt, most meg egy 30 éve helyen felszíratlan, hogy milyen minden is. Én nagyon szeretem, mert amikor valamit akarok nézni, akkor elvégezték ezt a munkát, nem profi módon, úgyhogy köszönjük szépen. És nekem megvan minden kiadás. A negyedik is már jól rendben. Nekem csak kettő van belőle. Egy fehér. A fehér az volt a teszt. Az a legjobb. Az a legjobb. Igen, 10 darab létezik belőle. Tele van belőle. Akkor kettő is van. Na, visszatérve az utolsó kérdés, és aztán tényleg ezzel befejezzük. Az írókat nyilván lehet bármikor faggatni. Szerintem mi rosszott fel a végén? Ez a film rávetíte valamit erre a történetre, ha de többet, vagy esetleg a könyvet olvasva, aki olvasta, másképpen gondolkodik erről. Gábor? Hát, törvényszerű volt. Eljött az ideje? Te itt mondtál egy filmet, hogy azonban belefettünk szólni, hogy megváltam a végébe, hogy Gedbe visszatérnek a háromdik emberhez, és nincsenek fúrósok is. Hát hallgatom a következő első részt, ami megjelenik a helyzetünk. Végig a fúrva. Persze! Óriás jazz... Az Orszínmaszpász. Orszínmaszpász. Igen, de... Akkor hallgass meg a Lennonnak a 72-es lemezét. Hát a 70-es években a fúvók azok megint visszajönnek. De ez a 69, 68-69 elej vége,
eleje, vége, bárhogy nézzük, az ugye ez a tényleg erről szól, hogy amikor a lencetelék meg ezek jönnek, és akkor a Vitus is úgy gondolkodik, hogy ugye, és azért nem is akarnak gyorsnak minden dolgozni, hogy ne legyenek trükkök, ezért ugye a Vitus Jones is azt mondja, hogy vegyék fel mindent, amit csinálunk, hívással, ugye van egy olyan gondolat is, hogy a Vitus gatya nélkül, ugye a Leon ezt mondja, tehát hogy letolod gatyával, hogy mi ezt tudjuk anélkül, hogyha nincsen mögött semmi stúdiótrükk. És aztán, amikor ugye ez nem válik be igazán, mert ahogy mondtam, nem voltak elégedettek, akkor csak visszamennek George Martinhoz, és megcsinálják az Admirallot, amin aztán nyilván van megint minden, és hát egy brutális menasz készül, mert azért ők mégiscsak ott a legjobbak. Csak emiatt is van egyfajta egy ilyen hiányérzetük ezzel az időszakkal kapcsolatosan. És aztán azt, hogy utána jönnek a fúvók, hát a McCartney is imádja meg mindenki. Tehát a 70-es évek más orszi szóval, hogy fog nem fúvó zenekarok jönnek, hogy csak látszik, hogy menedzser nélkül nem megy. Ugye az ellenkeink megpróbálták, hogy a három fiú ráerőszakon a Bifuszra, a Pöllerbe nem ment bele, és tulajdonképpen ez volt az egyik fő szakítás, hogy akkor ki akar szállni, mert a Viszont Társaságban nem tudtam megmondani. És ezért leválasztotta a betonát. Sokan azt mondják, hogy jobb volt a fő ok, szerintem ez nem igaz, mert mindenkinek van maga volt magánélete, mindegyiknek tulajdonképpen rendezett volt a magánélete magában az időben. Nem hiszem, hogy nem a szó, csak a rossz magánélet mondják ezt. Hát annyiban van szerintem a jobbónak ebben szerepe, hogy ugye hogy ott van állandóan körülöttük, és négy férfi nem viselkedik úgy, semennyi férfi nem viselkedik úgy, mint egyébként, hogyha bejön egy nő, bármilyen nő jön be egy közegbe. Ezt meg kell cáfoljam, éppen a Gerber című film alapján minden nő ott ül. Igen. Csak a Peti nincs ott. De hidd el, hogy olyan zenekar, ha egy zenekar próbál, és ott férfi a zenekar próbál, és ott bármilyen nőben jön, de egyébként nem is kell zenekarnak lennie, az teljesen más hangulatot áraszt. Hát mondom, mindenki egy kicsit arcoskodik, ő itt a vezér. Nem mondom, hogy jó. Nem tesz jót. Fordítva se, tehát hogyha mit tudom, egy négy nőhöz bemegy egy férfi, akkor is teljesen más hangulat. Én iskolába dolgok. Jó, hát, nekem ez a véletlen. És ha már ott van, akkor más. Akkor már Paul sem úgy szól a Johnhoz, akkor már George is másképp gondolkodik egy picit, hogy itt van ez a lány. De miért? Hát... Szabi, szerinted? Megpróbálok röviden és több mondatokra válaszolni. Egyrészt ebből a filmből is látszik, hogy négy különböző egyéniségről van szó, akik szerint eljutottak a 20-as évei végére, és úgymond valóban a felnőtt korba léptek, és amikor ugye még inkább meglenik az eltérő egyéniségük, ezt lehetne még tovább ragozni, de szerintem elég is ennyi. Ami még másik, minimum két dudás egy csárdában. Ugye a Beatlesnek nem volt igazából olyan frontembere, mint mondjuk akár a Rolling Stonesnak vagy másoknak, hogy lehet mögöttük lecserélni egy-két gitáros, meg mit tudom, attól az még ugyanaz az együttes. Itt nem volt valódi frontember, Lennon és McCartney akkora egyéniség van, mint egy együttes. Én szerintem évtizedeken át nem bírna elviselni. És egy mutatni Jokó Nomadról, én Gáborral együtt értek. Ha valaki végig nézi ezt a 8 órát, ami egyébként nem egyszerű munka, 8 órán át, azt látja, nem akarom itt most elszpoilerezni, hogy én szerintem ez alapján Jokó Nomadnak megszavazhatjuk a felmentés akár. Igen, nyilván az a fajta gondolkodás, hogy a Jokó miatt oszthat a Beatles, mint így egy mondat, ez így nem igaz. Hát ezt tudjuk eddig is. Jót nem tett nekik, az biztos, de nem emiatt oszthat. Viszont visszatérve erre, amit mondtál, hogy azért
Én szoktam azon gondolkodni, hogy néha így beszélgetünk is így mikusz témákról emberekkel. Hogy mekkora dolog az, hogy amikor úgy érezték, hogy vége, tehát amikor azt mondták, hogy oké, de már nem érezzük jól magunkat, és akkor ez a munka ez nem sikerült olyan jól, csináljuk még egyet ezt az epizódot, aztán majd meglátjuk, hogy folytatjuk, hogy nem, hogy utána így kiszáll. Tehát, hogy el tudod képzelni, mondjuk egy jó nevű, ilyen hamburgeres cég azt mondaná, hogy utána most már hamburgert sem, holnaptól akkor inkább bezárunk. Gondoljatok bármilyen hamburgeres cégre. Tehát egy olyan menő név, mint a Beatles, hogy azt mondja, hogy akkor most nem leszünk. És nem lesz Beatles. Még mondjuk ez a Mac nevű cég, ugye, aki nem McCartney-é, azt mondaná valamit, hogy ez volt az utolsó hamburger, soha többet nem csinálunk, mert nem miért. Hát, hogy ez egyfajta becsületes döntés is, hogy nem akarjuk tovább csinálni, egy nagyon menő vállalkozás is, és azt mondjuk, hogy holnaptól ez nem máshol. És ráadásul van ennek valami szimbolikája is, hogy éppen akkor, amikor az a korszak, befejeződik, amit ők is maximálisan fényeleztek, akkor megszűnnek, és nem térnek már viszont. Tehát ez egy ilyen egyszerű, megismételhetetlen alkalom. Ma már azt gondolom, hogy mindenki azt mondja, hogy de jó, hogy így történt, de nyilván nagyon sokáig fájt. Tehát nagyon sokáig az emberek úgy voltak vele, hogy amennyi irodal van még bennünk, meg mennyi sztorilentet van. Ha végig gondoljuk, egyébként tényleg egy lezárt kör, és majd, hogy nem azt mondom meg, hogy adott volt, hogy akkor kell. Tehát ha 60-tól számoljuk, 70-ig ez megvolt, sajnos azt kell mondjuk, hogy mindjárt december 80, hogy akár még a Lemon halál is örül, majd délután azért nagyon sokat fogok hallani az utolsó évvel kapcsolatosan, hogy az is szinte sorszerű. Tehát egy csomó dolog úgy áll össze, hogy majd, hogy nem, ugye legendává kell válni azzal, hogy meghalt. Tehát ma már ugye egy kicsit másképpen látjuk, illetve is eltelt lassan 40 év, sőt már több is, hogy olyan ez a sztori, mint hogyha ki lett volna találva, és mindazoknak meg kell történni ebben. Jó, szerinted, és aztán hogy megyünk most tovább, miért? Ugyanez a gondolat? Abszolút ugyanígy érzem, és ugyanígy gondolom, és akkor kapcsolatos, hogy érzem. Fel lehet menteni? Abszolút. Hát akkor visszamegyünk? Jó, hogy ne. Ma Egerben jogolót felmentett. Jó? Viszont tehát azért azt éreznek rendőző folyamatot, hiszen már állítólag a rába szók munkálati során is már olyan csapat szükségek a munkásságát között. Azt tudni kell, hogy a rendőrnek a készítése során is nagyon sokszor fordult, hogy az egyik kamarák is elment. Itt például a Schwisse című barrás például, amit majd 30-szor elpróbáltak a felvételekből rukkolni, hát úgy felhúzta magát, hogy nincs ott az ajtót és hazament, úgyhogy ő nem is játszik. A George Harrison basszushozik, ugyanígy a Tex-Mex című dalá is George Harrison helyett, és helyett akarjuk George szólogítják azok. Hát ez egy olyan alkotói közösség. Gondold el azt a feszültséget, amiben élnek. Tehát ilyen, és nincsenek még csak ilyen 23-24-25 évesek, akkor ugye a sztori végére is éppen, hogy csak még Lennon sincs 30, meg Ringo sincs 30, amikor itt vagyunk. Mm, hát ez 69, majd 70 nyarán lesz. Hát aztán utána jött a Brian halála, akkor utána jött a Magic Emissary, nem a lemez, hanem a film. Maga a film, és megjelent, hogy nem volt nagy siker. Aztán utána volt ez az indiai sztori. Igen, ott volt a hónapok közül. Na jó, de ezek meg azért teszik érdekessé a sztorit, mert például lehet egy múzeum egy csomó érdekességet. Ez mind érdekesség. Még arról beszélgettünk tegnap az egyik, megint valahogy a Vikuszról. Hogy ugye más zenekaroknak nem egyre színes az élete. Tehát itt azért vannak Maharishik, itt vannak Gyokornok, itt van India, itt van színes film, mozifilm, rajzfilm, tehát egy olyan zarzásított sztori. Ha azt mondanám, hogy szeretnék csinálni akár egy Rolling Stones múzeumot, ott is mondjuk a 60-as évekből lenne három olyan történet, mondjuk az Altamont lenne a vége, akkor a Brian Jones halála, meg előtte esetleg a Keith, meg amiknek a bírósági dolga, és alapvetően ez lenne a sztori, amit ki lehet tenni. Itt még meg megyünk úgy végig, hogy ugye Brian Epstein halálától, ez minden egy csodás, hogy majd történik valami. Azt viszont még egy ilyen plusz érdekesség, azt nem tudom, hogy ki nem tudja, hogy amikor megtörtént a kedvek projekt, aztán meg volt az embryót, Lennon fellépett, szenzori szegéssel fellépett, persze volna benne, hogy lennék, vagy volna fel, csak együtt.
És McCarthy ekkor felhívogatta a többieket, és azt mondta, hogy figyeljetek most már, tudom, hogy senkinek nincs ekkerbe, hogy vissza lehet fellépni, és ezt én el is fogadom. Viszont mit szólnátok ahhoz, hogyha ha nem jelentenék be sokvá, kivédelmünk egy kis klubot, nem írnák, hogy kritizmény fel, hanem kitalálunk egy nevet, mint például, ezt interjúját kutatjuk, és a kíves csíkok, tehát gőze nem volt senkinek a hallgatod, hogy mi is a kisoda, és akkor ott fogunk fellépni, és úgy, mint régen a hallgatunk. De ez egy esély jött össze. Esély jött össze, ez terv volt, és utána ugye a Vigza meg is csinálta ezeket a egyetemi túrnét. Igen, hát aztán hát megjelent még hetemben ugye Letitbi, május 8-án akkor megjelent a Magyarországi Egyműzetességben, aztán kicsit később még a kisebb az viszont még érdekes, hogy a Vigzóna, mint együttes jogilag, még tovább létezett, majdnem 5 éven keresztül, 74 decemberében nyúlóban a Lászlóvárban jön. És ha nem tudom, hogy ezt olvastam a könyvben, lehet, hogy benne van, másik könyvben olvastam a témában, hogy 80-ban egy szerződést is írnak a McCarthy-ben egyébként, mert hogyha Beatles néven bármi kikerül majd a következő néhány évben, mert azért akkor ő már gondolta igazán, hogy esetleg majd azért az életnek még nincs végig, csak 40 éves, és akkor lehet, hogy még lesz egy közös munka, meg jóban is vannak róla, hogy akkor az milyen jogi alapokon tud majd újra megvalósulni. Hát sajnos ez ugye nem történik meg, de vannak már tapogatózások 80 évig. Erről majd. Jó. Köszönöm szépen akkor a szerzőknek, és akkor foglaljatok helyet, és akkor...